Erdőváros meséi, Bob kalandjai. Írta Diószegi Judit. Illusztrálta Kálai Zsófia. Kinek van igaza? Amióta Bob megmentette az erdőt a veszélyes hulladéklerakó banda mérgező szemetétől, a kiskutyát, mint hőst rajongták körül a testvérei. A szomszédok és a betérő vendégek is dicsérték a bátorságát, elismerő szavaikat az egész család büszkén hallgatta, kivéve Titit, Bob kisöccsét. Titi duzzogva üldögélt a kert végében, és a liliomoknak kesergett bánatában. Mindenki Bobért rajong. Mi, a testvérei már nem is számítunk. Pedig csak szerencséje volt. Jókor volt jó helyen. Én is lehettem volna. És apa is ott volt. Igazából ő a hős. Ugyan már, hiszen együtt csinálták, és Bob ötlete volt, hogy nyomozzák ki, mi és ki akarja beszennyezni az erdőt, mondták a virágok. Ti is egy követ fújtok vele ugrott fel mérgesen, és elindult a kiskapu felé. Gondolta, most megmutatja a többieknek, hogy ő is van olyan bátor, mint Bob. Éppen kilépett volna az útra, amikor a papája mögé lépett Hová olyan serényen, kisfiam? Csak kinéztem, olyan szép az idő, füllentette. Ám tangót nem lehetett olyan könnyen átverni. Innen a kertből is láthatod, milyen az időjárás. Nekem úgy tűnt, szorgosabban szedted a lábaidat, pont úgy, mint aki készül valahová. Csak nem kalandozni. Jó is lenne, horgasztotta le a fejét Titi. Merre húzna a szíved? érdeklődött tangó. Nem is tudom, Gondolkodott hangosan. Már nyelve hegyén volt a válasz, amikor Bob ugrott oda hozzájuk. Apa, gyere, árpi bácsi arra kíváncsi, hogyan csergésztük be a bűnözőket. Titi, ennek hallatán mérgesen felmordult. Hát, ez az! Mindig csak Bobra kell figyelni. Egy percet sem lehetek apával, egy mondatot sem mondhatok el anélkül, hogy ő közben -e szólna. Tangó összeráncolta a homlokát, és épp meg akart szólalni, ám Bob megelőzte. – Hogy te milyen önző vagy, Titi? Nem hagyod apát, amikor mindenki rá kíváncsi? Ráadásul nekem támadsz. Csinálj te is valami olyat, ami érdekli a többieket, és majd akkor rád is figyelnek, ugatta feldühödve. – Titi! Bob! Ilyenkor elszomorítóak vagytok, nézett rájuk Tangó. A két testvér értetlenkedett, mindkettő úgy érezte, neki van igaza. Apjuk megsimogatta a buksijukat. Tudod, Bob, nézett a nagyobbik fiára, mielőtt beleszólsz egy beszélgetésbe, győződj meg arról, vajon befejezték-e azt, mert lehet, hogy valami fontosat szakítasz félbe. Az, ha csak úgy közbevágunk, az udvariatlanságunkat és a figyelmetlenségünket jelzi. Valóban nagy hőstettet hajtottál végre, de ez nem jelenti azt, hogy ezentúl mindenhol te lehetsz az első. És azzal támadni a másikat, hogy csinálja utánad, az aztán finoman szólva gőgös nagyképűség. Így elveszíted a többiek tiszteletét. Te pedig, Titi, értékes vagy úgy, ahogy vagy, nem kell ahhoz hőstett, és együtt örülni a másik sikereinek nemes cselekedet. A hála téged is lelkesebbé és erősebbé tesz. Pátrabban vágsz beled dolgokba, és eljön az idő, amikor a te sikereidnek örülünk. Bob és Titi egymásra néztek. Ne haragudj, kezdte Bob. Te se, ölelte át Titi. Most már tudom, hogy irigy voltam, csak szerettem volna, ha felnéznek rám, ha büszke lehetek, meg azt is tudom, hogy lesz még erre alkalom, és együtt is jók lehetünk, ugye? A testvérek szorosan egymás mellett lépdelve tértek vissza a többiekhez. Hogy is volt az a nagy kaland? kérdezte mosolyogva Titi. Tangó büszkén nézett a fiaira.